Anyagi káros baleset történt csütörtök délután Szekszár belvárosában. A vétkes sofőr a piros jelzés ellenére behajtott a kereszteződésbe, ahonnan a szabályosan közlekedő, rá merőlegesen érkező autóval összeütközött. A két jármű összeütközött, és a vétlen autós Renault-jával először az út melletti közúti jelzőtáblának, majd pedig egy villanyoszlopnak csapódott. Csak a szerencsének köszönhető, hogy súlyosabb sérülés nem történt. Egyelőre még tisztázatlan annak körülménye, hogy a sofőr miért hajtott be a piros jelzés ellenére a kereszteződésbe. Ezúton is szeretnénk felhívni valamennyi közlekedő figyelmét arra, hogy minden esetben tartsák be a közlekedési szabályokat, a tilos jelzésen soha ne hajtsanak át, mert az akár tragédiával is végződhet. A rendőrség kiemelte, ha mindenki betartja a KRESZ-ben előírtakat, kevesebb baleset lesz az utakon, vizes útszakasz esetén pedig vezessenek körültekintően.